Sziasztok! Folytatjuk az innovatív híreket, amit pénteken kezdtünk, ugye a saját csatornámon. Ezentúl az lesz a felállás, hogy minden második pénteken az én csatornámon lesznek a Teslás hírek, ugye a Tesla támogatásával, és minden második hétfőn pedig láthatjátok majd a SpaceX, és a SpaceX-hez hozzácsapjuk a tőzsdés híreket is. Ez azért lesz fontos, mert igazából ezt mindig csütörtökön veszük föl, az én videómmal együtt, a Tesztlás videóval együtt. Tehát gyakorlatilag nem akarjuk azt, hogy egy kéthetes hit kapjatok a tőzsdékről, minél korábbi verziót szeretnénk. Ugyanakkor, hogyha most már tényleg létre fogjuk hozni a Patreon oldalát az innovatív híreknek, és hogy tényleg komolyan érdekel titeket, akkor ezeket akár élőben is meg fogjátok tudni nézni, illetve jóval-jóval hamarabb, hiszen felveszünk már csütörtökön, és legkésőbb ilyen péntek szombatra megszerkesztjük ezeket, de gondolkozunk egy ilyen verzión is, hogy élőben lehet majd nézni minket, és akkor tényleg nagyon friss híreket fogtok kapni, hogyha feliratkoztok erre a Patreon verzióra. Tehát most lesznek a SpaceX-es hírek. Ezen a héten lesz egy podcast is, méghozzá szerdán. Jövő héten jönnek a Boring Company, Nuralink, illetve egyéb elektromos autós hírek, illetve még a Hyperloop-ot is hozzá fogtuk csapni. Továbbá az ilonos híreket is jövő hét hétfőn fogjátok látni, és utána szerdán jön még egy podcast. Tehát igazából ennek a csatornának is lesz egyfajta normál menete, és a normál menet az az lesz, hogy hétfőként a hírek, a szerdánként a podcast, is. minden héten fogtok most már látni ezen a csatornán is két-két videót, úgyhogy reméljük most már tényleg minél többen feliratkoztok. Szeretnénk még plusz, legalább plusz 100 feliratkozót ezen a héten, Hát el szeretnénk érni azt tényleg, hogy, hogy ezer feliratkozó minél hamarabb, és akkor tudunk majd komolyabban foglalkozni ezekkel az élő videókkal, ahol majd ugye élőben lehet csetelni is velünk, illetve akár élőben lehet kisebb összegekkel támogatni is minket, ami nekünk fontos lesz ahhoz, hogy egyre több munkát fektetünk ugye ezekbe a csatornákba. És át is adom a szót Tamásnak. Köszönöm szépen, és sziasztok! És hogyha már első, akkor az első kilövés, amit idén terveztek január 7-ére, ez pedig a Tőkszat 5A, ami, egy, ami tulajdonképpen egy török műholdat jutatott volna 7-én, január 7-én a magasba. Nos, az első kilövést lemondták. Eredetileg január 8-át szerették volna átolni, de január 9-én sikerült kilőni. Nos, a műholdról magáról azt kell tudni, hogy tulajdonképpen volt egy kis probléma, pár ország tüntetett ellene a SpaceX a, a élt, tulajdonképpen, hogy a kilövés maga ne valósuljon meg. Nyilvánvalóan nem volt következménye komolyabb, viszont, viszont, a törökországi problémák miatt sokan felpróbálták emelni a hangjukat ez ellen. Attól féltek, hogy a műholdat fegyverként fogják használni. Ez, ez a dolog, ez vitatott. Én szerintem a SpaceX nem ment volna bele a kilövésbe, hogyha tényleg valami komoly hátrő probléma lett volna ebből. Tehát az első kilövés az Januar 9-én történt meg, és minden teljesen rendben haladt, és a booster-t is visszanyertük. A második hírünk, amit elhozok, az pedig. Amint már egy előző adásban beszéltünk róla. Ugye megemlítettük, hogy jelen pillanatban kettő Drop Dragon csatlakozik az ISS-hez, az a nemzetközi űrállomáshoz. Nos, ennek a kargó verziója, ami csak szállítmányt, nem pedig embereket visz, ez egész pontosan január 12-én kidokkolta magát az űrállomásról, és elindult vissza a Földre. Nos, azt kell tudni erről a misszióról, hogy a dokkolás, rendés, a dokkolás nagyon jól sikerült, viszont már előre tudták, hogy Sajnos a január 13-ai landolás nem fog létrejönni, mert időjárási problémák miatt el kellett halasztani egy nappal, ami valóban azt jelenti, hogy tulajdonképpen maga a Dragon Cargo még, még 24 órát extrában fog orbitális pályán pörögni, és az eredeti Leszáll, 13-ai leszállás, illetve földetérés helyett 14-én fog földetérni, ami egyébként nekünk pont ma van, úgyhogy én izgatottan várom, hogy ez mikor fog megtörténni. E, Hagyj szóljak közben, én mintha ma reggel láttam volna, hogy vizet ért a Dragon. Hogyha ránézel a, Igen, a na, SpaceX Twitter oldalára. Nagyon jó. Annyira, annyira okay, sok ez... hír jelent meg ma reggel, hogy én is bajba voltam, amúgy Tesla-s hírekből legalább négyet beraktam, úgyhogy ha ránézel a, a SpaceX Twitter oldalára, akkor ott már lesznek képek. Egy pillanat, és akkor meg is nézem, hogy hát ha, hát, ha megvannak a Elmondom, hogy látjátok, ennyire, Ezt... ennyire friss híreket kaptok, hogy én is reggelizés közben és fogmosás közben is a, nem csak a tesla hanem a SpaceX-es híreket is nézem. Élünk, halunk a műsorért a lényegében. És tényleg ezért kérünk titeket közben még egyszer elmondom, hogy iratkozzatok föl, mert minél hamarabb elérjük az ezres és feliratkozói valóban. számot, attól hamarabb tudunk majd élő videókkal is jönni. Vissza a szó, Tamásnak. Így van. Köszönöm. Így van az ezer kulcs szó, tényleg akkor tudunk élőben kijönni, és az nagyon-nagyon sok minden másra is ad nekünk már opciót a YouTube által. Úgyhogy nagyon, kér, nagyon kérünk titeket, hogy, hogy iratkozzatok fel, és hozzátok meg a videót, amennyiben tetszett. Sok-sok lájkot és kommentet szeretnénk, mert ez is segít abban, hogy a YouTube algoritmus minél több emberhez eljutassa a videót. Szóval Istvánnak teljesen igaza volt, valóban ma reggel földet ért a Dragon. Bizet. És vizet, ért. <laughs> és ahogy elnézem, az ejtőernyőkkel sem volt gond, minden így nagyon szépen kinyílott. Oké, okay. ez, ez egy szuper hír. Sajnálom, hogy nem tudtam lekövetni a mai reggel folyamán, de végül is az utolsó pillanatban akkor behoztuk. <laughs> a Igen. Egyébként pedig ezt a képet azért hoztam el, mert múltkor beszéltünk róla, hogy a, a két SpaceX Dragon egyszerre csatlakozik a nemzetközi űrállomáshoz, és azt hiszem, hogy ez eddig a valaha készített leggyönyörűbb kép, amit az űrállomásról készítettek. Elon Igen. Musk új parkolójával <laughs> Nagyon-nagyon gyönyörű fotó, és ezért is hoztam el nektek. De hogy tovább menjünk, István megosztott velem egy érdekes hírt a múlt héten, úgyhogy el is hoztam nektek most a hírekbe. Mégpedig arról van szó, hogy a japánok tesztelnek fából készített műholdat és ennek van prója és kontrája, azonban azt mindenféleképpen érdemes megemlíteni, hogy az eredeti oka, miért elkezdtek kutatni ez irányban, az tulajdonképpen a fának a, az ellenállási tulajdonsága. Ugye nagyon erős rostokból van felépítve, ami bizonyos, bizonyos körülmények között akár erősebben is reagálhat, mint a fém, vagy alumínium, vagy, vagy bármi hasonló elem, amit jelen pillanatban használnak űrkutatásban. Persze ez nem azt jelenti, hogy ezen túl fából fogják építeni az űrhajókat, nyilván nem. Azonban komoly probléma is adódott ezzel kapcsolatban, illetve nem ezzel kapcsolatban adódott probléma, hanem nem segít egy bizonyos problémán. És arról van szó, hogy a BBC talált rá erre, ugyanis maga a Kyoto University Egyetem, Japán Egyetem fejleszti ezt a projektet. Azonban sajnos nem találtak még megfelelő angol leírást, úgyhogy próbálták a japán kollégákkal felvenni a kapcsolatot és megkérdezni, hogy tulajdonképpen mi is a terv. És a terv, amit mondtam, az, az főként azért az, hogy, hogy lényegében a fának a pozitív tulajdonságait próbálják ki. Hát ha hatékonyabb, költség hatékonyabb költséghatékonyabb lesz az űrkutatásban, Ugyanakkor nem old meg egy nagyon fontos problémát, az pedig már az eleve fent keringó űrszemét, Először a, a, a bocsánat, először a Japán Egyetem azt vetette fel, hogy ugye bár, hogyha, hogyha, letér maga a műhold az orbitális pályáról, és közeledik a gravitáció által a Földhöz, akkor ugye mivel fából van, a magas hőmérséklet által sokkal könnyebben el fog égni, mint mondjuk egy filmből készült darab, amivel még tulajdonképpen egyet is lehet érteni, csak az a probléma, hogy ezek a műholdak nem feltétlenül arra vannak dizájnolva, hogy letérjenek orbitális pályáról. Ezért, ezért, van annyi űrszemét jelen pillanatban is, és ez nem fogja megoldani ezt a problémát. Egyébként érdekes, és nyomon fogom követni, és hogyha van ebből változás, akkor mindenféleképpen visszatérek és elárulom, hogy mit is kell figyelni, vagy illetve meddig is haladtak ezzel a kapcsolatban a Kyoto Egyetem doktorai. A következő hírünk, amit elhoztam nektek, az pedig Indiának a Chandrayaan 2-es műholdja, ami nagyon-nagyon szép felvételeket készített, magas felbontású felvételeket, miközben a hold körül, a hold körüli pályára állt. És a küldetésről azt kell tudni, hogy ez volt India a második műholdas küldetése a holdra. India most már egyre aktívabban játszik szerepet a, az űrkutatásban, és nagyon-nagyon ki kell emelni azt, hogy ők nagyon költséghatékonyan csinálják mindezt, úgyhogy én úgy gondolom, hogy a jövőben még sok, sok fontos szerepet fog betölteni mind az, az európai, mind pedig az amerikai űrkutatásban is, ugyanis nagyon szépen együtt működnek. És tulajdonképpen azt kell tudni erről a küldetésről, hogy maga a holdra szálló egység holdra szállt, de igazából becsapódott. Tehát ez egyáltalán nem volt sikeres. Teljes meg megsemmisült a modul, azonban a hold orbitális pályáján keringő műhold nem semmisült meg, tökéletesen teljesítette a misszióját, és ezeket a képeket, amit most is láthattok, ezeket küldte vissza magas felbontásban. Tulajdonképpen ennek a küldetésnek az volt a lényege, hogy az hogy a tervek szerint a Vikram nevű földetérő egység a Manzinus C és a Simpelus N kráterek közötti sík területen ért volna földet. Ahogy említettem, ez nem sikerült. Az egyenlítőtől délre a 70 fok déli szélesség körül a leszálló egységnek 14 napig kellett volna működnie. Most maga a műhold az igazából teljes mértékig jól teljesítette a küldetését, és 355 méter magasságban keringett a hold körül. Ez ugye azért lehetséges, mert a holdnak annyira pici a gravitációja, hogy nagy sebességgel, már egész kicsi magasságban is tudunk orbitális pályára állni a holdon. Ez pedig nagyon jót tesz nekünk a feltérképezés szempontjából. De nem akarok túl sokat beszélni az indiai űrkutatásról, megyünk is tovább. És idáig jöttünk az ESEN-9-es, mert szerintem ezt várja nagyon mindenki, hogy mi fog történni. Hát még épp tegnap este is elég meglepő dolgok történtek. Nos, erről azt kell tudni, hogy január 6-án megtörtént az első Static Fire, ami ugye abból áll, hogy a hajtóműveket egy pár másodpercre beindítják, ezzel tesztelik a hajtóműveket. Viszont egy picit furcsa hangot adott az első, és elég szokatlanul rövid ideig tartott, és a teszt után eltávolították az 45-ös számú Raptor meghajtót, amit kicseréltek. Jelen pillanatban még nem tudom, hogy melyik számra. Ha ti tudjátok, akkor ezt írjátok meg kommentben. Szóval ebből lehetett következtetni arra, hogy valami probléma volt a meghajtóval. Azonban ezt követően, egészen pontosan tegnap este, és ezt most egy kis pillanat is meg is mutatom, hogyha a zoomit nekem jól viselkedik. Nem, erről már nem volt képem. De elmondom, hogy tegnap este, illetve délután újra, újabb Static Fire tesztet végeztek. Az első nagyon jól sikerült, megint csak adott egy picit furcsa hangot, de ez már ilyen elengedhető volt. Ilon tweetje szerint minden jól sikerült a tesztel vagy nem sokkal azután történt egy második teszt. És ez egyre jó volt, mert be is írtam magamnak így jegyzetekbe, hogy akkor egyenesen kettőször is tesztelték a Raptor Engine-t, és akkor jött a meglepetés, mert igazából jött még egy harmadik teszt is. Tehát ilyen még egyébként nem fordult elő, tehát most már ilyen, ilyen rapid módon teszteli a SpaceX a hajtóművek beindítását és leállítását, úgyhogy szerintem extra óvatosságra készülhetünk fel a kilövéskor. <coughs> ha jól tudom, ez még mindig egy 12 kilométeres repülés lesz, azonban most nagyon rá fog menni a SpaceX arra, hogy a leszállás jól sikerüljön, ezért nagyon kiélezik a hajtóműveket. Azt bizonyára mindenki tudja, hogy a Raptor előállításánál is ugyanolyan keményen dolgoznak, mint a SpaceX Starship prototípusainak az előállításánál, Úgyhogy remélem, hogy ez a két team nagyon összefog most már az sn 9 esre Eddig is gyönyörűet alkottak, de hogyha az esen 9 le tud szállni, az egyenesen tökéletes lesz. Egyébként a repülési tilalom jelen pillanatban január 16-ára van kiírva, tehát akkor is számítunk a kilövésre. Ez La padre a 24 órás YouTube élő közvetítésén milyen pillanatban még úgy van kiírva, hogy 15-e vagy 16-a, de amint láthatjuk régen tweetjéből, amit most is néztek éppen, ez a TFR, ez jelen pillanatban 16-ára szól. Úgyhogy nagyon várjuk ezt a dolgot, és remélem, hogy jól fog sikerülni, én biztos, hogy ott leszek. De látjátok, ezért is fontos, ezért is nagyon szeretnénk elérni az ezer feliratkozót, mert például ilyen eseményt, mint egy esen 9 es tesztelése, már nagyon szívesen közvetítenénk le élőben nektek. Tényleg nagyon-nagyon jó lenne. Oké, és akkor tovább mozgunk. Méghozzá Brandon tweetjével. Brandon megint csak megosztotta velünk azt, hogy körülbelül hol tartanak a prototípusok összeszerelése egyébként, <coughs> elnézést egyébként azt is, hogy milyen alkatrészek vannak készen belőle. Tehát amint láthatjuk, az SN9-es teljesen készen áll, és már tesztelik is. Az SN10-es tulajdonképpen készen áll, csak még az alsó szárnyakat nem szerelték fel rá. Az sn 11 eshez még nem érkeztek meg az alsó szárnyak, de úgy szint minden készen van, viszont nincs összerakva. És ugyanúgy elég sok alkatrész készen van már az SN12-höz. Ami meglepő, hogy az SN13-hoz még egyetlen alkatrészt sem véltek felfedezni, azon a pici kis header tankon kívül, amit ott középen láttok, Én itt most így az egérrel meg is próbálok megmutatni, az a pici kis pont, ez tulajdonképpen egy metánfejt, azt hiszem, hogy ez a metánfejtank, és egyedül ez van készen, tehát lehet arra következtetni, hogy ez elképzelhető, mint ahogyan az sn 7 esnél is történt, hogy ez tulajdonképpen csak egy teszttank, és ezt majd így fogják kivinni a tesztkilövő állomásra, és ott fogják tesztelni, gondolom, nyomást tesztelni. Elképzelhető, hogy új forrasztási vagy hegesztési formákat fognak tesztelni rajta, illetve az is lehet, hogy új fémfajtából készül majd, ezt meglátjuk. Nyilván kell valami átdolgozás a header tankoknál, ugyanis az SN8-as repülésénél pont az volt a probléma, hogy a header tankok nyomása miatt nem kapott a Raptor Engine elég üzemanyagot ahhoz, hogy megfelelően éghessen, és ezért történt, ami történt a teszt legvégén, ami egyébként egyáltalán nem baj. Szóval SN14-es, ott is látunk már két darabot, ami készen van, a 15, 16, 17 úgy szintén, és a BN1, és ami a Super a teszt rakétája lesz, az is már elég sok alkatrész készen van, hozzá egy pár gyűrű még hiányzik, ha jól látom, akkor 8, és az alsó rész, és a legfelső gyűrű. Azonban, ahogy láthatjátok, a láb része még nincsen megoldva. Ilon a mai napig is küzd azzal a kérdéssel, hogy milyen lábokat fognak megoldani. Felmerült ugye az a lehetőség, hogy magával a kilövő állomáson lévő toronnyal fogják befogni a Super heavy Én nem hiszem, hogy az első teszteknél még ez lesz a koncepció, mivel ahhoz fel is kéne húzni a tornyot, és azzal pedig ugye problémák voltak, hogy nem a szárazföldön kéne. Szóval szerintem a teszt Super Heavy lábakat tekintve egy kicsit más lesz, de ez még egy nagyon érdekes téma, hogy mindenféleképpen nyomon fogunk követni, mert még senki nem tudja, talán még maga Elon sem tudja, hogy ez hogyan lesz megoldva. És azt hiszem, hogy ezzel be is fejeztem a SpaceX híreket, és rögtön át is mozdulunk egy nagyon rövid tőzsdés hírekre, csak hogy ne legyen ebből is egy külön kiadás. Oké, szóval a tőzsdés híreken belül tesla kezdünk, ami szerintem sok mindenkit érdekel, mert hogy egy, egy jó részleteknek van Tesla részvénye, és jól lenne tudni, hogy mi történik. Azt történik, és amire már a Patreonos, aminek is felhívtam a figyelmet a múlt héten, hogy a Tesla tulajdonképpen áttört egy olyan trendvonalat, ezt a kék trendvonalat, ami, ami azért nagyon fontos, mert a Tesla tulajdonképpen egy csatornában halad fölfelé, és egészen addig, amíg ez a csatorna sértetlen, addig arról lehet beszélni, hogy egy nagyon egészséges búltrendünk van, még ha egy kicsit lefelé is megy néha, vagy pedig konszolidálódik, amennyiben a csatornában marad, a vétel hosszú távra mindig biztonságos. Azonban a Tesla olyan gázpedált nyomott, hogy tulajdonképpen a csatornának a felső vonalát törte át hihetetlen erővel, és a Fibonacci-nak a 061-8-as szintje felé került, amire, ha egy kicsit ránagyítok, akkor lehet látni, hogy még nagyjából vissza is igaz volt egy nagyon közeli szintre, és folytatta az útját felfelé. Kicsit kevés önbezalommal, de jelen pillanatban is felfelé megy, úgyhogy az én meglátásom az, hogy jelen pillanatban az ár célja az 1000 dollár, ami a fibonacci a nullás szintje, a null, bocsánat, a 0,786-os szintje, és hogyha azt is szikerül, sikerül, törni, akkor az egyes szintet célozzuk meg, ami tulajdonképpen a, az durván 1250 dolláros áron van. Nagyon jól néz ki a részvény, és én szerintem érdemes tartani még akkor is, hogyha, és ez a legfontosabb, amit ki szerettem volna itt emelni, még akkor is érdemes tartani a Tesla részvényt, hogyha innen elindul egy kicsit lefelé, ugyanis ne felejtsétek el, hogy ez a trendvonal mennyire fontos. Ha ez itt tart, és nem tud visszamenni a csatornába, akkor még mindig agresszív felfelé mozgásra számíthatunk. A következő részvény, amit elhoztam ma nektek, csak röviden áttekintve, az az Alibabának a részvénye. Azért, mert volt egy podcastunk Istvánnal, és beszéltünk arról, hogy val tulajdonképpen az Alibaba milyen hatással lehet az Amazonra, illetve az európai és amerikai piacra. És Körülbelül egyetértettünk István, sőt, egész pontosan egyetértettünk Istvánnal azzal kapcsolatban, hogy, hogy valószínűleg megtámadhatja az Amazon-t ilyen szempontból az Alibaba. Most nem tudom, hogy hallottatok-e hírekről, hogy Jack ma nem igazán mutatja magát mostanában, és mind a cégnek a vezetőségében, mind pedig a saját showműsorjában is egyébként kicserélték valakivel tehát ez nem azt jelenti, hogy valakit beraktak és azt mondták rá, hogy én vagyok a Jack Ma, hanem konkrétan oda valaki más, hogy ez egy valaki más, de ő viszi most a bizniszt, és erre nagyon negatívan reagált az Alibabának a részvénye, hogy látjátok, teljes zuhanást produkált, és annyira erős ez a zuhanás, ez az eladási trend a kínai piacon és az amerikai piacon is jelen pillanatban, hogy egy ilyen hatalmas geppel is képes volt nyitni a hetet, és azóta sem sikerült még bezárni a geppet. Megmondom őszintén, én arra számítok, mivel ez egy elég kemény ellenállásnak tűnik itt pont, ahol a geppen indult, hogy valószínűleg be fogják nagyon nehezen zárni a gepet, és tovább folytatódik lefelé, amíg nem tudnak semmit Jack Ma létéről. Tehát igen, számíthatni arra, hogy az Alibaba betör majd az európai és az amerikai piacra, ez nyilván nagyon megdobná a részvényt, és egy kicsit lenyomná az Amazonnak a részvényét, azonban ezzel a jelenlegi történéssel tényleg nagyon nagy kérdés, hogy mi fog most, mi fog most történni a részvényjel. Nagy kérdőjel, minden esetre egyelőre rövid távon lefelé haladunk. István kérésére elektromos szkúterek, Mielőtt az elektromos szkúterekről beszélnénk, illetve a részvényről, illetve azon belül is a Lime-nak a részvényéről, azt mindenféleképpen szeretném kihangsúlyozni, hogy és ez nem csak egy sima meglátás, hanem ez tulajdonképpen az én fundamentális elemzésemnek az átfogó eredménye, hogy jelen pillanatban nem látok nagy jövőt az elektromos szkúterekben. Nagyon szépen haladnak a részvények felfelé azonban nagyon meg fogják érezni a gazdasági hullámokat, amik ebben az évben várhatóak. Abban a pillanatban, hogy megszűnik a világszerte ez a, ez a lockdown, lockdown, mizéria, számíthatunk majd arra, hogy ugye a turisták tömkelege fog nagyon sok helyre menni, ami meg fogja dobni a lány részvényeket, mert nagyon sok nagyváros fog bevásárolni elektromos szkúterekből. Azonban van ennek már ellen támadását. Vannak olyan cégek, amik próbálják az, az elektromos szkútereket lenyomni és másféle alternatívával helyettesíteni, amiben én személy szerint sokkal nagyobb fantáziát látok. Másrésztről pedig, ha fel is engedik a lockdownt és lesz egy ilyen nyaralás, az valószínűleg újabb fertőzött fertőzési hullámot fog beindítani nagyon sok helyen a világban, ami újabb lockdownokhoz fog vezetni, vagy legalábbis megszorításokhoz és utazási korlátozásokhoz. És elképzelhet, hogy ez a dolog még sokáig így marad, úgyhogy ez biztos vagyok benne, hogy negatívan foghatni az, az elektromos rollereknek a részvényeire. Úgyhogy én egy kicsit kérdőjel, kérdőjel tennék a részvényeknek a jövőjét illetően. Jelen pillanatban, ahogy látjátok, a Lime-nak a részvénye felfelé halad, ez nagyon pozitív, valószínűleg számíthatunk még egy kis felfelé haladásban, főleg, hogy említettem azért, mert ugye mindenki számít arra, hogy lesz egy ilyen megnyitás, lesz egy nyaralás hullám, akkor majd kellenek a Lime scooterek, úgyhogy még számíthatunk arra, hogy ez az ár akár simán 500 fölé is mehet, sőt, talán a fölé is rúghat, de jelen pillanatban nekem az a véleményem, hogy ez lesz az utolsó rúgása a lánynak, és utána elhajtott kőként fog zuhanni az év végéig. És akkor egy utolsó, amit megnézünk mai nap folyamán, az a NIO. A nio azért hoztam el ma, mert ugye már a tőzsdés részeknek az elején is bevettük a nio és akkor is beszélgettünk róla. Úgyhogy szeretnék csak egy követést. Elhozhattam volna az X-penget is, vagy elhozhattam volna más olyan részvényt, amivel az elején foglalkoztunk az első páradásban. De azért választottam a NIO-t, mert amint látjátok, egy zászlózás után a NIO újabb erőt vett magán, és amiben nagyon sokan nem hittek, az az, hogy ennél is magasabbra mehet. Most maga az alakzat, amit a NIO próbál itt kirajzolni, nagyon pozitív, <coughs> elnézést, egy kicsit még egy kicsit még bizonytalan vagyok a 2021-es évet illetően, azonban, azonban a NIO abban a szerencsés helyzetben vagy jelen pillanatban, hogy egyrészt új dolgokat is próbálgat, ami nem feltétlenül jó, mert nem feltétlenül jó ötleteket próbálgat, de próbálgat, van benne ambíció, van mögötte kellő tőke és háttér, kínai támogatás, valószínűleg még az állam részéről is, tehát nem számítanék arra, hogy a NIO teljesen tönkre megy. Ezen felül nagyon agresszívan megy most megint fölfelé, és a fibonacci az egyes szintjét, szintjét támadja. Tehát, hogyha jelen pillanatban az ár körülbelül egy hónapig, ha, ne, ha az egyes szint és a 0.786-os szint között tudna maradni, akkor az azt jelentené, hogy, hogy az egy egész, 618-as Fibonacci szintig próbálná meg kilőni magát, ami az körülbelül a 100 dolláros szint, és az már egy elég szignifikáns emelkedés. Elképzelhető, ha ezt szeretné elérni a NIO, akkor azt nyár elejéig próbálná meg elérni. Úgyhogy erre mindenféleképpen oda kell figyelni. Amit ebből az ábrából le lehet vonni, és amit ennél az ábránál tulajdonképpen figyelembe kell vennünk, Ugye nem csak arra kell koncentrálni, hogy egy részvény fölfelé megy, vagy lefelé megy, vagy oldalmozgást végez, hanem minden háromra egyszerre. És még hogyha meg is van a tervünk, akkor is kell egy, egy úgy, úgymond escape plan, hogyha valami nem úgy sikerül, hogy elterveztük, akkor is legyen valamilyen olyan módszerünk, megoldásunk, ami kevesebb, vagy semmilyen hátrányon nem jár a tőkénket illetően. Amit ebből az alakzatból a NIO kirajzolhat, az egy három hullámos alakzat, ami természetesen azt jelenti, hogy ez az első hulláma, ez lenne a második hulláma, aminek nem feltétlenül kell olyan hossznak lenni, mint az első hullám, és a harmadik hullám lenne a leghosszabb hullám, amennyiben az említett százes szintre szeretnénk elérni, akkor én ezt látom legvalószínűbbnek. Ez az alakzat mindenféleképpen potenciális esély Etéren. A második alakzat viszont, amire oda kell figyelni, az egy, az egy lehetséges Head and Shoulders, amit ilyenkor, hogyha nem bírja a részfénye rohomot, akkor nagyon sűrűn ki szoktak rajzolni. A Head and Shoulders-nek átlagosan 72%-os uh, kimeneteli lehetősége van, ami, ami nagyon magas, és nagyon komolyan figyelembe kell venni ezt. Tehát a Head and Shoulders körülbelül így jöhet létre, amikor egy lecsapódás után egy utolsó próbálkozást készítene, arra, hogy újra feltörjön az zár, de már nem elég erős és visszazuhan. Erre is nagyon oda -e kell figyelni. Tehát úgy gondolom az, hogy a NIO ezt a szintet törje, az egy kulcsfontosságú, és hogy fölötte tudjon maradni, vagy pedig ezen a range-en próbáljon eljátszani, de semmiképp ne törje ezt a vonalat. Amint ez a vonal törik, további sűjjedésre számíthatunk és azt hiszem, hogy a végére is értünk a tőzsdés híreknek, úgyhogy ha ezen kívül István van valami kérdésed, illetve hozzáfűzni valód? Igazából a Lime Scooterhez akartam hozzáfűzni, nem tudom, próbáltál le ilyen scootereket, mert szokták mondani, hogy a felhasználás ugye során is kapsz egy kis betekintést, hogy mennyire jó volt, én is teljesen hülye ötletnek tartottam, ki nem próbáltam. de aztán kipróbáltam, őket is Próbáltam is, és páromnak is vásárolnak egy elektromos szkútert, a mai napig van is neki, egyszer használtam. De, értem, de ezt a bérlős verziót ezt próbáltad, tehát ez a Lime vagy valamilyen hasonló applikáción keresztül. Igen, igen. Aha. De nekem igen. nagyon tetszett maga, igen. maga ez az applikáció, meg maga ez a, az ötlet, hogy csak tényleg felveszel a sarkon egyet. Ez az egyik, hogy felhasználás szempontjából nekem nagyon tetszik. A másik meg a nio kapcsolatban, hogy majd a jövő heti egyéb autós között lesz Nio, és én meg pont majd ugye te elmondtad nagyjából a prókat, én meg majd elpróbálom mondani a kontrákat. Szeretnénk külön egy podcastot csinálni a Nióról majd, de tényleg már egyre kevesebb idővel rendelkezünk, és egyre, egyre több mindent akarunk csinálni, így tényleg azt kérjük, hogy a, ha szeretnétek élő SpaceX videókat, ezen a csatornán akkor iratkozzatok föl százan, plusz száz feliratkozó szeretnénk, tehát legalább 500 feliratkozó szeretnénk ezen a héten. Jövő héten majd megint ugyanerre a NIO miatt, tehát jövő hétre amit majd a Niósa egyéb elektromos autós podcastban, ott majd megint kérem, akkor ott már 600-at szeretnénk látni, és van még egy CES-es ötletünk is, hogy a CES-ről is csinálnánk egy külön podcastot, azzal meg már 700-at szeretnénk elérni, szóval ez tényleg nagyon kérünk titeket. Látjuk ugye a SpaceX különösen érdekelt titeket, ugye? Voltak SpaceX-es videók, amik minden további nélkül 1200-an megnézhetek. Hogyha 1200 embert érdekel, akkor nyugodtan úgy gondolom, hogy feliratkozhatnátok páran. Ingyen van, és megmondolhatják magatokat bármikor, hogyha utána nem tetszik, leiratkozhatok. Így van. Úgyhogy szerintem itt el is varhatjuk a szállakat. Igen, gyorsan is csak annyit kérdeznék, hogy neked van-e valami különleges terved a csatornádra vonatkozóan a jövőben, illetve mit hallhatunk, illetve láthatunk tőled mostanában. Ugye ez a videó hétfőn fog kijönni, úgyhogy ezen a héten az én csatornámon, azt hiszem a legrégebben elkészült, félig elkészült, most már teljesen kész lenni. A, legrége, a legrégebbi videón fog kijönni, amit még múlt nyáron kezdtem el, ez pedig Andrei Kárpáti nak volt egy ilyen konferencia, ilyen virtuális konferencia beszélgetése az autopilot skálázhatóságáról, és ez fog majd most pénteken kijönni. Te mit fogsz csinálni ezen a héten? Hú, elég izgalmas lesz. Ezen a héten egy nagyon izgalmas videóval készülök és még valahogyan, nem tudom, hogy hogyan, de még bele kell fűznöm azt is, hogy nagyon-nagyon jó híreim vannak a Patreon tagjaimtól, illetve kifejezetten egy tagomtól, aki egy Patreonon megosztott hír. Ugye Patreonon én, én folyamatosan minden nap kommunikálok velük, és megosztom a, az elemzéseket, <kül> elnézést, az elemzéseket és a híreket, és ugye ez alapján ez is segít nekik kereskedni, és az egyik Patreon, ami éppen egy kereskedésben van benne, ami nagyon-nagyon profitáló, és, és, ezt mindenféleképpen el szerettem volna mondani, hogy ezért is nagyon fontos az, hogy, hogy gyertek el az oldalra, és nézzétek meg, de rettentő sok olyan információ van, amit nem tudok megosztani a videókban, hogy így is nagyon sok jó információt kapsz a videókból. A Patreon azért fontos, mert különböző szinteken a srácok tulajdonképpen megkereshetik a nagyon-nagyon sokszorosát annak, ami lényegében, amiben a Patreon kerül. Szóval ez egy nagyon jó lehetőség, és ezt szeretném kiemelni, nem is annyira jövő héten, hanem inkább az utána való héten. Illetve ezen a héten, ami kijön majd videó, ugye vasárnap, abban pedig ami arról lesz szó, nap, hogy... De ugye szétfőnjünk ki. Ó, <laughs> oh, bocsánat, ja tényleg, igazad van. <laughs> Jól mondtál eddig mindent, ami ezen a héten jelenik, meg ezt elmondtad. Mi jelent meg tegnap? Azt mondja Oké, okay, szóval valami tegnap megjelent, az majd arról szól, hogy milyen lehetőségeink vannak még 2021-re, ami nagyon-nagyon fontos. Én tudom, is egyébként kaptam is olyan hozzászólásokat a videómra, ami hála Istennek a YouTube nem jelenítette meg, hozzáteszem, nem az én segítségemmel, de én tudom, hogy, hogy pár ember nagyon frusztrált ez miatt, főleg azért, mert nem igazán tudjuk, hogy mi fog történni az évben, de fontos, és kell arról beszélni, hogy mik a rossz verziók, azért, hogy tudjuk, mit csináljunk jól, és ne járjunk rosszul. Úgyhogy erről fog szólni, a, illetve a mostani videó is, amit Én nem meg meg róla. <gül> Igen. <gül> Jó van. Oké, okay, hát akkor nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok. Hogyha tetszett, akkor kérlek nyomjatok egy lájkot, like kérlek iratkozzatok fel, ez abszolút semmibe nem kerül. Nekünk viszont hatalmas segítség, hogy élőadást kezdhessünk és közvetítsünk nektek spécsekszel és tartalmat. Hogyan István ezt már sokszor elmondta, de még én is elmondom. Ne haragudjatok ezért, de fontos. És reméljük, hogy találkozunk a jövő héten, és minden jót kívánok nektek. Köszönjük, hogy velünk voltatok, sziasztok! Sziasztok!